Mivel édesapám is és én is nagy szerelmesei vagyunk a repülésnek, 4-5 évvel ezelőtt gondoltunk egy nagyot, és úgy döntöttünk, hogy itt a szülőfalunknál létesítünk egy repülőteret. 4 évvel ezelőtt ez egy legelő volt, mára, mint láthatjuk, egy javító karbantartó bázis, és egy aranyos kis repülőtér várja a kedves látogatóinkat. Magam is 24 éve repülök, nagyon szeretem a repülést, és minden odaadásom ebben a tevékenységben. Repülök helikopterrel, repülővel, mezőgazdaságban, oktatóként. Cégünk 1997-ben alakult, egy darab Kamu 26-os helikopterrel álltunk neki dolgozni. Mára teljesen átszerveződött, illetve átrendeződött a piaci helyzet. És azt kell, hogy mondjam, nekünk sose az volt a lényeg, hogy pénzt keresünk, hanem hogy repüljünk. Így teljesen mindegy volt, hogy mivel csak repüljünk. Mára büszkén mondhatom, hogy két telephelyel, Kadarkút és Budaörsi telephelyel vagyunk jelen a magyar piacon. 7 darab repülőgéppel és 4 darab helikopterrel várjuk bármilyen megrendelést. Mindegy, hogy mi a feladat, egy a lényeg, repüljünk, és ugyanígy kiszolgáljuk a repülés szerelmeseit. A pálya 800 méter hosszú és 50 méter széles, füves, leszálló. A pályától körülbelül 50 méterre a déli végén található az 1200 négyzetméteres hangár. Lehetőség van itt a repülőgépeket tárolni, vagy akár kint lenyűgözni, mivel a repülőtére most már bátran mondhatom, hogy megtalálható helikopter, kis repülőgép, mindig. Ezért bárki, aki beleszeret ebbe, vagy megkívánja, meg tudja kezdeni itt a BPA képzést is, akár vagy bármilyen továbbképzésre van lehetőség. Mára népszerű helyszínen vagyunk egy-egy élményrepülésnek, tehát bárki, akinek eszébe jut, hogy egy jót repüljön egy délutáni szép napos időben, akkor meglátogatnak minket. Európa több pontjáról is vannak látogatóink, illetve megrendelőink. Nem véletlenül vagyok itt Kadarkuton, a nemzeti bajnokságra és az Európai bajnokságra való felkészülés közben, kvázi kicsit kirándulgatva, de mindig a navigációra is figyelve, jöttem ide, hallottam, hogy több barátom is itt lesz Kadarkuton, és így a felkészülésnek ebbe fázisában a kurzust ide jelöltem ki. Készülök továbbra is a szlovákiai Kamenicába a 2013-as Európa bajnokságra, azt megelőzően 2 héttel lesz Dunaújvárosban nemzeti bajnokság az ultrakönnyű repülőknek. A 86-ban kezdtem a repüléssel foglalkozni, Szombathelyen vitorláztam és sárkány repülőztem. 3 éve álltam át az autózsíróra, és azóta az autózsíros repülést is űzöm. Nagyon-nagyon jó kis légijármű, stabil, a barátnőm is kedveli, nem dobálja, tehát turbulenciában, termékben érzéketlen, úgyhogy teljesen könnyű vezetni, és nagyon komfortos, és nagyon jól tudunk haladni. 3 évvel ezelőtt kezdődött részemből ez az autózsíros dolog. Egyből indítottuk azzal, hogy hivatalos sátermémet, amerikai, szlovák egyéb lassomban repültek ezek a gépek. Nagyon hajtottam a legális dolgait, és szerencsére eljutottunk addig, hogy a repüléskolánkat engedélyezték, illetve a múlt héten volt az első 4 emberünknek a gyakorlati vizsgája is. Úgyhogy magyar lassomogéppel, magyar oktatókkal, ugye én is oktatom ezt a szerkezetet, és magyar iskolával teljesen hivatalosan tudunk így most működni. Annak ellenére, hogy a repülőterünk még azt kell, hogy mondjam, elég fiatal a magyar repülésben, mégis elég ismerté vált a mai napra,
és elég gyakran megfordulnak nálunk neves személyiségek is. Itt Jakab Tamásékkal nagyon régi a kapcsolat, régről ismerjük egymást Ernővel, az apukájával, ők üzemeltetik ugye a Hertelendi kastélynak is a repülőterét, és most volt alkalmam arra, hogy ide lelátogassak hozzájuk, ami számomra egy nagyon komoly meglepetés volt. Én nem gondoltam volna, hogy itt egy ilyen fantasztikus kis reptér van, ilyen javítóbázis, kárpitós műhely, festőüzem, motorfelújító műhely, tehát minden, ami a repüléshez kell, helikopter, kisgép, nagyobb típusú repülőgép, iszonyatos nyugalom van, nagyon jó a pályának a minősége, abszolút ideálisak a feltételek. Hát remélem, hogy kicsit majd sorosabbra fogjuk fűzni a kapcsolatot, és akár egy jó edzőtábort is fogunk tudni itt csinálni. Az idén azért nagyon sok megmérettetés lesz még. Hát ideig főleg bemutatózások voltak, ugye a tavalyi világbajnokság után nagyon sok felkérésem lett, aminek én nagyon örülök, és az idén viszont Európa bajnokság lesz Radomban. Radom már egy nagyon jól ismert helyszín, hiszen annak idején a Q-programot is Radomban sikerült nyernem, majd októberben az Egyesült Államokban, Észak-Texasban a világbajnokság, amire nagyon remélem, hogy szintén ki fogunk tudni jutni. Hát az még egy kicsit kérdéses, mert az azért elég messze van, és nagyon komoly költségek vannak, meglátjuk, hogy tudjuk ezt összeszerezni, de minden esetre nagyon szeretnénk oda is eljutni. Hangárunkban megtalálható motorjavító és alkatrészjavító műhely. A motorjavító műhelyben csillagmotorokat, A2-es, Kamov motorokat javítunk, PZL-eket, aztán Lycoming, Continental és Franklin motorokat. A kárpitozást többféle munkanemet végzünk, mint például az A2-esnek a külső felülete vászonból van, a szárnyak és a vezérsikok. Ezeknek végezzük a újravásznozását. Aztán igény szerint belső kárpitokat is újítunk fel, illetve cserélünk ki újra. A lemezes műhelyünkben kisebb-nagyobb munkálatokat végzünk, az összetört gépeket megjavítjuk, esetleg plexiket cserélünk, műanyagalkatrészeket javítunk rajta. A festő előkészítőben a régi festéket eltávolítjuk a felületekről, alapozzuk és újra fényezzük igény szerint. Ehhez van egy új festőkamránk, ami körülbelül fél év állt üzembe. Mindegyik folyamatnak megvan a maga specialistája, akik végzik a munkát magas tudással és teljes odaadással. A környékbe járó sportrepülők és repülőgép tulajdonosokat szívesen látjuk a repterünkön, akár egy látogatás céljából, akár pedig repülőgép javítás és egyéb szolgáltatás céljából. Másfél évvel ezelőtt megkezdtük tevékenységünket aktívan Budaörsön is, és ez év január 1-től csatlakozott hozzánk tulajdonképpen a Centroplane Kft. Is. Jelenlegi bázisunknak az a feladata tulajdonképpen, hogy a sportrepülés szerelmeseinek biztosítson repülőgépeket, helikoptert és motoros vitorlázót. Jelenleg itt 6 darab repülőgéppel, 2 darab helikopterrel és egy motoros vitorlázóval állunk rendelkezésre, valamint cégünk a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen meghirdetett szabadon választható tárgyat repüléselméleti oktatás, illetve gyakorlati képzés keretein belül. Az egyetemről aktívan 40 érdeklődőnk van, 40 vizsgázónk van. Cégünk
feladatának érzi, mind a Gadarkuti, mind a Budaörsi telephelyen, hogy a repülést igénybe vevők, és nem feltétlen csak pilóták, hanem a sétarepülést nagyon szerető emberek is, olyan színvonalon, olyan minőségben, és olyan tudást vessenek át kollégáimtól, illetve tőlem is, ami megállja a helyét egész Európában. Úgy érzem, hogy cégünk egész jó kapcsolatot ápol Magyarországon a repülős társadalommal. Gondolok itt több repülőklubra, Kaposvújlaki repülőklubot emelném ki külön, valamint az Endes repülőklubot. Biztosítunk számukra vontató repülőgépet, és adott esetben bármilyen probléma megoldásában segítünk nekik.